2006 bei der Rallye Schweden erneut die Konkurrenz. Der Vorjahressieger aus Finnland lag nach der ersten von 6 Wertungsprüfungen nur auf Rang 3. Doch dann übernahm Grönholm die Führung und gewann souverän die erste Etappe. Auf Platz 2 fuhr sein Landsmann Tommy McKinnon auf Subaru. Knapp hinter McKinnon kam Richard Burns ins Ziel. Der britische Ex-Weltmeister und Teamkollege von Grönholm verlor wertvolle Sekunden durch ein Problem am Differential seines Peugeot 206. Monte Carlo-Sieger Sebastian Loeb war vielversprechend gestartet, hatte nach der ersten Wertung sogar die Führung übernommen. Doch dann wurde der Franzose im Citroën Xara durch sehr viel Schnee auf der Piste eingebremst. Als erstes Auto auf der Strecke musste er für die folgenden Fahrzeuge den Schneepflug spielen und fiel nach diesem Dreher zurück. Keznek a gyár nemrég elhunyt elnökére, Gianni Agnellire. Az utóbbi években a Forma 1-ben sikert sikerre halmozó Ferrari saját gyárában Maranellóban mutatta be idei autóját a nagy közönségnek. A gyár nemrég elhunyt elnökének Gianni Agnellinek tiszteletére F2003 GA-nak elnevezett autó nem az első futamon mutatkozik be élesben, ugyanis az új gépre még hosszú tesztek várnak. Michael Schumacher a csapat világbajnok pilótája elmondta, biztos benne, hogy az új autóval a Ferrari megőrzi elsőségét a Forma 1-ben, és személy szerint ő újabb világbajnoki címet szerez 2003-ban. Schumacher mellett az autó tervezője Ross Brawn is elégedett az újszülöttel. Ő bevallotta, szerelmes az idei autóba, és szerinte a 2003-as versenygéppel nemhogy csökkenni, inkább nőni fog a Ferrari előnye a mezőn többi részével szemben. Na, ezt akarja megakadályozni többek között a McLaren csapata, amelynek új autóját még nem mutatták be, arról azonban már is legendák keringenek. A csapat tagjai szerint Ferrari verő lesz az új ezüstnyíl. Radikális, forradalmi és fantasztikus. Ezek a West McLaren Mercedes 2003-as autójával kapcsolatban a csapaton belül elhangzó jelzők. Azért csak a csapaton belül, mert rajtuk kívül eddig senki sem láthatta a terveket, a kész autót pedig még a csapat első számú pilótája, David Coulthard sem pillanthatta meg eddig. Az autó látványosan és hatásosan átalakult, bár még nem állt teljesen össze, de ha a pályán is olyan fantasztikusan viselkedik majd, mint a szimulációkon, akkor biztos vagyok benne, hogy mi leszünk a világbajnokok. A McLarennél tehát mindenki magabiztosnak tűnik, míg az általában feltűnően nyugodt Iceman, azaz jégember becenévre hallgató filmpilóta Kimi Räikkönen is izgatottnak tűnt. Bízom benne, hogy az autó tényleg olyan gyors, mint amilyennek mondják. Biztos vagyok benne, hogy az európai futamokon már meg tudjuk verni a Ferrarit. Addig azonban Barcelonában készül, 3 pilótával és 3 autóval a csapat. Az a csapat, amely idén a Ferrari legyőzésére készül. És még mindig maradunk az autóknál. 15 perces hátránya ellenére a finn Markus Grönholm vezet a svéd rally első napja után. A francia Duval balesete miatt ugyanis az 5. szakaszt mindössze 5-en tudták a szokásos tempóban teljesíteni, ezért ezt az etapot végül törölték. Az egyes számú Peugeot kormányzó Markus Grönholm világbajnoki címvédőhöz méltó módon vezetett a svéd rallin. Az 5. szakaszon azonban 15 percig vesztegelt a mezőny nagy részével együtt egy hídnál, mivel a francia Duval autója eltorlaszolta az utat. Ezzel márkatársa, a brit Burns ölébe hullott volna a győzelem, aki ötöd magával még időben átjutott az ominózus részen. A versenybíróság azonban utólag törölte az 5. és 6. résztávot, így az első nap után mégis a finn Grönholm áll az élen, a szubarus McKinnon és a 3. Peugeot Rován Pere előtt. Legalább 3 nagy európai autóimportőrrel tárgyal a General Motors a Cadillac luxusautók forgalmazásáról. A GM szóvivője szerint akár már a genfi autószalon előtt megszülethet a megállapodás, amelynek nyomán beindulhat a Cadillac modellek nagybani, hivatalos importja Nyugat-Európa országaiban. A hírek szerint a Lamborghini-nél is újra megpróbálkoznak a sikertelen LM002-es után egy terepjáró készítésével, a Maserati Kubang mintájára. A műszaki alapokat itt is a Porsche Cayenne Volkswagen Touareg páros padlólemeze adja. A többi azonos alapú modelltől való eltérés a forma mellett a motortérben lesz a legszembetűnőbb. Ebbe a típusba egy 500 lóerő körüli teljesítményű V10-es kerül majd. A modellje volt a Ford Escort. Nézzük meg, hogy az az autó milyen volt. A világautó. Így nevezte a Ford az Escortot, amikor 1981-ben bemutatta. Az Escort Európán kívül mind az 5 kontinensen futott kisebb-nagyobb módosításokkal, természetesen az amerikai változat volt a leginkább eltérő. Az autó már papíron is győzte